nincsen új a nap alatt, tehát ugyanazokkal a kérdéskörökkel azért mindenki küzd valahol. Ugyanazok a kérdések fölmerülnek evolúció, innováció tekintetében. Jó volt ennyi idő után, több mint egy év után élő embereket látni, nem csak képernyőn. A konferenciának az volt szerintem a legnagyobb hozadéka, hogy láttuk, hogy ki hogy birkózott meg az elmúlt bő egy évvel. Szeretek képben lenni az aktuális trendekkel, az új technológiákkal, és itt mindig kapok valamilyen információt, illetve mindig kapok valami ötletet, hogy akkor egy kérdésben hogyan lehet tovább mozdulni. A konferenciának alapvetően nagyon-nagyon örülünk, ennek elsősorban számomra a személyes jelenlétes, a személyes találkozás, a baráti évődések csipkelődéséig szakmai köntösben voltak, de semmi nem pótolja az emberi kapcsolatokat. Igazán jó volt eljönni most már egy offline konferencia. Itt egy blogban látja az ember két nap alatt ezeket a megoldásokat, amik a piacon rendelkezésre állnak. Én tényleg benülök az előadásokon, figyelek ezekre. Nagyon örülök, hogy személyesen tudok kollégákkal találkozni és tapasztalatot cserélni, amit egy videokonferencián azért elég nehéz. Az elmúlt egy év az informatikai vezetők számára egy kicsit magányos küzdelem volt, és nagyon jó ezeknek a tapasztalatait megosztani és meghallgatni azt, hogy mások ezt hogyan élték meg, és hogy lehet ezt a jövőben hasznosítani, ezeket a tapasztalatokat. Az idejében ez az első offline rendezvény. A rendezvény színvonala az pedig azt gondolom, hogy az IT business színvonalat a korábbiakkal megegyezően tudta biztosítani. Ez most az első konferencia, amikor ténylegesen kollégákkal, emberekkel tudunk találkozni. A már előadásom témájaként is az szerepelt, hogy mi az új normál, és én nagyon remélem, hogy innentől olyan konferenciákra tudunk járni, ahol ügyfelekkel és partnerekkel tudunk találkozni. Rengeteg új információval gazdagodtunk, és láthatjuk, hogy a CISO-k milyen kihívásokkal kell küzdjenek. A felhasználói nevelés a legkritikusabb szempont. Szerintem ez egy nagyon jó offline konferencia volt, jó volt újra találkozni a kollégákkal élőbe, és megvitatni azokat a dolgokat, amiket egyébként a pandémia időszak alatt az online térben annyira nem tudtuk. A Pesti Műszaki Egyetemtől a dékán úr itt volt. Megtapasztaltam annak a kapcsolatnak a lehetőségét, amit az egyetem és az ipar próbál megkezelni, és én is azt gondolom, hogy nekünk az utánpótlás terve közelebb kell menni az egyetemhez, és kapcsolatokat kell kialakítani, hogy a jövőt úgy tudjuk tervezni, ahogy nekünk is jó. Hasznos előadások voltak mind a kettő nap. Azért az látszódik, hogy az IT felső vezetők is megérzik a munkaerő hiányt. Ez nekik a digitalizációs projektekben nagy hátrány, és így az üzletben sem tudnak úgy együttműködni, mint ahogy az elvárás. Olyan témáról beszéltünk, itt az informatika terén milyen problémák vannak, ez főleg a munkaerő hiány, és ezt milyen válaszokat tud adni a felsőoktatására az egészre. És természetesen kitértünk a forró témára, hogy különböző képzési formák pár hónapostól pár évig terjedő képzések között mi a különbség, és erre a konklúzióra jutottunk, hogy nem is szabad a kettőt összehasonlítani. Számoltam itt az előadások közben, hogy hányszor hangzott el a munkaerő hiány szó, a szakember hiány, és ez szintén megerősített abban, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy továbbra is a jó szakembereket képezzük, fejlesszük. A vezetőnek mindig kellenek helyzetjelző diagnosztikai eszközök, amik a rendelkezésére állnak, és hogyha ez megvan, akkor képes jó válságkezelést csinálni, és békeidőben is jó döntéseket hozni. Azt gondolom, hogy ez a konferencia végre így offline formában megadta azt arra az éhségünkre is a választ, hogy végre személyesen találkozunk, és tudtunk olyan szakmai egyeztetéseket is folytatni, ami azt gondolom, hogy hosszú távú gyümölcsöző kapcsolatokhoz vezet.